Magyarországon jelenleg a 6-16 éveseknek csak nem 80%-a jár elvileg egyenlő hozzáférést biztosító állami iskolákba. Mégis az oktatási egyenlőtlenségek hatalmasak. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók például 6. és 8. osztály között mintegy meg másfélszerezik lemaradásaikat társaikhoz képest. Hogyan lehetne ezeken az egyenlőtlenségeken csökkenteni, vagy úgy általában az oktatás színvonalát növelni? És mit tehet az a közgazdász, akit ez érdekel? A karrieremet 2003 tavaszán egy barátommal közösen írt TDK bírálatának egy fél mondata döntötte el. Idézem, a teoretikus modell mellett azért az adatokat lehetne egy kicsit komolyabban is venni. Pár nappal később a Rajk-Horánszky utca 20 szám alatti épületének első emeletén a szokásos csütörtöki buli előtt megismertem a bírálót. Kézdi Gábor azelőtt nem sokkal tért haza Amerikából, ahol közgazdaságtanból doktorált. Azt a beszélgetésünket követően mentorommá, már a barátommá lett. Tőle tanultam meg a mesterszintű ökonometriát, valamint azt is, hogy minden munka végén fel kell tenni magunknak őszintén a kérdést. Elhisszük az eredményeket? Az adatközpontú gondolkodás aztán annyira magával ragadott, hogy később én is PhD-ra, majd kutatói pályára adtam a fejem. De mi is az az ökonometria? Jobban mondva, az a fajta ökonometria, amit ő általa ismert meg Rajkos és Corvinusos diákok egész generációja. Hogy szemléltessem, térjünk vissza ahhoz a kérdéshez, ami engem általában érdekel. Hogyan lehet növelni az oktatás színvonalát? Itt a nézőtéren ki az, aki például azt gondolja, hogy gyerekei többet tanulhatnak egy kis létszámú osztályban? Köszönöm. És most nézzük az adatokat. Ez az ábra a hatodikosok osztálylétszámának és matematika tesztpontszámainak kapcsolatát mutatja Magyarországon 2017-ben. Azt láthatjuk, hogy a 20 fős osztályba járó gyerekek, legyen például ilyen Aladár, mintegy 80 ponttal rosszabbul teljesítenek, mint a 30 fős osztályba járó Zorka. Tehát magasabb osztálylétszámhoz magasabb matematika pontszám társul, a két változó erősen együtt mozog, korrelál. Csak hogy pont ellentétes irányba, mint azt vártuk volna. Ráadásul a különbség jelentős, hiszen Zorka előnye Aladárhoz képest, mint egy tanévnyi. Egy oktatáspolitikusnak, vagy nekünk itt jelenlévőknek az ábra láttán az a benyomásunk támadhat, hogy az oktatás színvonalát mégiscsak nagyobb osztálylétszámokkal lehet növelni. Vagyis a két változó együtt mozgásából hajlamosak vagyunk arra a következtetésre jutni, hogy talán a magasabb osztálylétszám okozza a magasabb teljesítményt. A következő oszlopdiagram azonban rávilágít arra, hogy ez miért félrevezető. Ezen azt láthatjuk, hogy Zorka, a nagy létszámú osztályba járó kislány már előző évben is jobban teljesített matematikából, hiszen ő és osztálytársai között többen voltak azok, akik 4-es vagy 5-ös osztályzatot kaptak. Ráadásul szüleik között sokkal több a diplomás. Vagyis azt látjuk, hogy a jó családi háttérből érkező gyerekek azok, akik nagy osztályokba járnak. Ha belegondolunk, ez nem is meglepő, hiszen egy-egy jó iskolába sokan akarnak járni, főleg olyan családokból, ahol a minőségi oktatást fontosnak tartják. Ezért hát ezekben az iskolában lesznek nagyok az osztályok. De akkor gondolhatja, akkor most végül is a családi háttér, vagy pedig a magas osztálylétszám az, ami növeli a matematika tesztpontszámokat. Erre a kérdésre az előző úgynevezett nyers korreláció nem tudott választ adni. A következő ábra azonban úgy mutatja a tesztpontszámok és az osztálylétszám kapcsolatát, hogy a családi háttér és az előző évi matematika osztályzat befolyását kiszűrtük. Látjuk, hogy a korrelációból alig maradt valami, vagyis a családi háttéren és az előző évi matematika jegyen felül a nagy osztályba járók előnye elenyésző. Mondhatja-e akkor oktatáspolitikusunk, hogy kis osztálylétszámokra nem érdemes költeni, hiszen hasonlóan teljesítenek azok, akik nagy, illetve akik kis osztályba járnak? Nem feltétlen. Láthattuk ugyanis, hogy Aladár és Zorka között különbségek voltak, nagy különbségek családi háttérben és az előző évi matematika teljesítményben is.
Ugyanígy lehetnek közöttük nagy különbségek más olyan szempontokból is, amiket az adatokban nem tudunk megfigyelni. Például egyazon iskola, egyazon évfolyamán belül is lehetséges, hogy az egyik tanár jobb, mint a másik. Így ehhez a jó tanárhoz akarnak majd sokan járni, főleg olyan gyerekek, akik szeretik a matematikát. Vagyis a jó tanárok nagyobb osztályokat fognak tanítani. Könnyen lehet tehát, hogyha a tanárok minőségére is szűrni tudnánk, akkor azt látnánk, hogy bizony, miután minden egyéb változó befolyását kiszűrtük, a nagyobb osztálylétszámhoz bizony rosszabb matematika teljesítmény társul. Képzeljük most el egy pillanatra, hogy Aladárok és Zorkák helyett Pannik és Fannik vannak, akik, ahogy nevük is mutatja, mindenben hasonlítanak egymásra, egyet kivéve. Míg Panni kis létszámú osztályba jár, Fanni nagy létszámú osztályba jár. Ekkor, hogyha a két lány matematika tesztpontszámát összehasonlítjuk, a benne található eltérés az csak is az osztálylétszám különbségének lehet tulajdonítani. Ilyen Pannik és Fannik összehasonlításán alapuló bizonyítékok alapján mondhatjuk csak nyugodt szímmel oktatáspolitikusunknak, hogy érdemes vagy nem érdemes kis létszámú osztályokra költeni. Vagyis jó közpolitikai döntéseket oksági összefüggésekre támaszkodva lehet hozni. És hol találhatunk ilyen oksági összefüggéseket? Hiszen a valóságban inkább aladárokkal és zorkákkal találkozunk, és nem pedig Pannikkal és Fannikkal. Például egy igazi kísérlet segítségével. No, nem laboratóriumi kísérletre gondolok, hanem inkább képzeljük el azt, hogy egy iskolában az egy évfolyamra beiratkozó diákokat véletlenszerűen, de ellenőrzött módon osztjuk be kis és nagy létszámú osztályokba. Ekkor a diákokat két átlagosan egyforma csoportra osztjuk. Az egyik osztályba fognak járni a Pannik, a másik osztályba a Fannik. Ezek a diákok átlagosan ugyanolyan családi háttérből származnak, ugyanolyan jegyet kaptak az előző évben matematikából, ugyanolyan jó vagy rossz tanár tanítja őket. Csak éppen az egyik osztály kis létszámú osztályban tanul, a másik pedig nagy létszámúban. Vagyis, hogyha a két osztály átlagos matematika tesztpontszámát összehasonlítjuk, az ebben látható eltérés különbségét csak is az osztálylétszám okozhatja. Pontosan egy ilyen kísérletet valósítottak meg 1985-ben az USA-beli Tennessee-ben, miután egy tanár saját magán azt tapasztalta, hogy a kisebb létszámú osztályaival jobb eredményeket ér el. Mint egy megszállottként kikönyörögte Tennessee állam törvényhozásától a kísérlet megvalósításához szükséges 12 millió dollárt, mint egy 9 milliárd forintot. A sztár betűszóval illetett kísérlet keretében 79 iskolában mintegy 6305 éves gyereket osztotta be kis és normál létszámú osztályokba véletlenszerűen az általános iskolai tanulmányaik első 4 évére. Az eredmények? A kis osztálylétszámban tanuló tanulók jelentősen jobban teljesítettek a standardizált teszteken, mint a normál létszámú osztályban tanuló társaik. Még hosszú távon is javultak felsőoktatási esélyeik. A hátrányos helyzetű diákokra pedig sokkal nagyobb hatásokat mértek a kutatók. Talán mondhatjuk, hogy ezekkel az eredményekkel a STAR kísérlet a társadalomtudományok egyik legsikeresebb kísérlete volt, amelynek hatására több államban, például Kaliforniában is rendszerszerűen csökkentették az osztálylétszámokat. Ezen felbuzdulva az az ötletünk támadhat, hogy alakítsuk élő laboratóriumá iskoláinkat. Csak hogy kísérletet csinálni igazából nagyon kevés esetben lehetséges. Megvalósításuk drága, ahogy a STAR program is az volt, vagy éppen etikailag aggályos. A STAR keretében is a kis létszámú osztályba járó diákok bizony előnyöket élveztek a többi társukhoz képest, még ha véletlennek köszönhetően is, de mondhatjuk, hogy indokolatlanul. Na de hát akkor ilyen kísérletek hiányába hogy tudunk új oksági összefüggéseket feltárni? Az ilyen esetekben használják a közgazdászok egyre inkább a természetes vagy kvázi kísérleteket. Ezek olyan helyzetek, amelyek előállhattak volna igazi kísérlet eredményeként is, csak az osztálylétszámos példánál maradva, a kutatók helyett
a természet elrendezése vagy egy közpolitikai intézkedés előírása mondja meg a diákoknak, hogy kis vagy nagy létszámú osztályba járjanak. Így a diákok mindenképpen ennek eredményeképpen is két egyforma csoportra tagolódnak, különbség közöttük csak az osztályuk létszáma lesz. Az ilyen szituációkból is megfelelő statisztikai módszerek választása mellett ugyanolyan oksági következtetéseket tudunk levonni, mint egy igazi kísérletből. Ilyen kvázi kísérletes helyzetet hoz létre az is, amikor törvényileg maximalizálják országokban, például Magyarországon is, az osztályok létszámát. Izraelben például egy 12. században élt Maimonides nevű rabbi meglátásainak hatására még az 1990-es években is legfeljebb 40 gyerek járhatott egy osztályba. Ez azt jelentette, hogyha egy iskola egy év folyamára 40 vagy egy kicsit kevesebb gyerek iratkozott be, akkor azokat lehetett egyetlen nagy létszámú osztályban oktatni. Ha azonban a puszta véletlennek köszönhetően 41 vagy egy kicsivel több gyerek iratkozott be, akkor az iskola köteles volt 2, körülbelül fele akkora osztályt indítani. Ezt használták ki Joshua Engrist és Viktor Levi közgazdászok, hogy az osztálylétszám oksági hatását megmérjék. A STAR kísérletre ráerősítve azt találták, hogy a kis létszámú osztályba járó tanulók teljesítménye jelentősen meghaladta a nagy létszámú osztályban tanulók teljesítményét. Az ilyen többször kimutatott bizonyítékokat nevezük a szakmában evidenciának vagy ténynek. A közgazdászok más igazi és kvázi kísérletekre támaszkodva más oksági összefüggéseket is feltártak. Így például azt találták, hogy ha alul finanszírozott iskolák többletforráshoz jutnak, akkor a gyengén teljesítő diákok lemaradása csökken. Mások pedig azt találták, hogy egy jó tanár egy átlagoshoz képest akkora hatással lehet diákjai teljesítményére egyetlen tanév alatt, mint amekkora a különbség roma és nem roma diákok között Magyarországon 8. osztályban. Szándékosan csak olyan eredményeket említettem, amiket illetően a szakmában nagyjából konszenzus van, és evidenciaként kezeljük őket. De mennyi mindent lehetne még kutatni? Én is pont ezért lettem közgazdász, hogy az előzőekhez hasonló adatokon alapuló hiteles módszertan segítségével új evidenciákat tárjak fel. Jelenlegi kutatásaimban arra keresem a választ, hogy hogyan hat a tanulói teljesítményre, illetve a tanári minőség mérhetőségére, hogyha az iskolán belül a diákokat máshogy soroljuk osztályokba. Vagy hogyan változik a tanárok összetétele, illetve a tanulók teljesítménye, hogyha egy pusztán szolgálati év alapú bértábla helyett lehetőség van a pedagógusok teljesítménybérezésére. Minden cikk vége felé felteszem magamnak a kérdést. Elhiszem az eredményeket? Talán ezért tart olyan sokáig publikálni. Minden esetre hiszem azt, hogy egy társadalom jó irányú működéséhez a közgazdászoknak a legnagyobb hozzáadott értéke az lehet, hogyha ilyen közpolitikákat támogató oksági összefüggéseket tárnak fel. Ma Magyarországon ezt különösen érdemes hangsúlyozni. Kis ország révén korlátosak az erőforrásaink, aminek két következménye van. Egyrészt közpolitikában érdemes biztosra menni, vagyis olyan intézkedéseket bevezetni, amelyeknek jótékony hatására jó evidenciánk van. Másrészt pedig érdemes ezeket az evidenciákat olcsón feltárni, kvázi kísérleti helyzeteket kihasználva, kutatási célra adatokat könnyen hozzáférhetővé téve. Ez a körforgás jól illusztrálja a társadalomtudományok erejét. Hiszen ahogy Ellen Manning közgazdász mondta egyszer, nem lehet evidencia alapú közpolitikát csinálni, közpolitikán alapuló evidenciák nélkül. Köszönöm a figyelmet!